köszöntöm nézőinket. A Mohácsi 1980-82-es NB2-es gárda nyerte a Megyeri Károly labdarúgó búcsú mérkőzést. A vendéglátók látványos küzdelemben izgalmas és igen jó hangulatú mérkőzésen verték 4-3-ra a PMSC 1985-86-os NB1-es gárdáját. Csehországban rendeztek nagyszabású nemzetközi petankversenyt. A holland, belga, francia, osztrák és cseh csapatok mellett a magyarokat 5 csapat képviselte. Ebből 3, köztük a pécsi Szopjáne Origo jutott a legjobb 32 közé. Tálosi Krisztián, Gál Károly és Kovács Zoltán óriási küzdelembe jutott a döntőbe, ahol hatalmas csatában maradtak alul a belgákkal szemben, és így a második helyet szerezték meg. Valóságos nagyüzem lesz holnap a kosárlabda pályákon. Bonyhádon lép pályára a Mizó PVSK női csapata pénteken 11 óra 30 perces kezdettel. A Bogép kupáért vívott harcban a pécsiek ellenfele a Diós Győr lesz. Az alapítványi csapat ugyanitt a Beac ellen játszik délután 3:30-kor, míg a férfiak kaposvári tornáján a Matáv Pécs a Zalaegerszeggel csap össze 17 órakor. Ide tartozó hír, hogy a pécsi fiúk a bronzéremmel térhettek haza a horvátországi 4-es tornáról. A Matáv Pécs a 3. helyért vívott harcban 76-63-ra verte az Eszék csapatát. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 7 régióra osztotta fel az országot, és a Baranya megyei szövetséget bízta meg az NB2-es férfi bajnokság lebonyolításával. A helyi szövetség 5 tagú elnökséget nevezett ki, amely élére Várhalmi Zsoltot választotta. A bajnokságban 3 megye, 10 csapata indul, közöttük 2 pécsi gárda. Pénteken indul és 29-én fejeződik be az atlétikai világbajnokság, melynek Sevilla ad otthont. A magyar csapatban a pécsieket Cukor Zoltán és Nyilasi Péter képviseli, mindketten a PVSK sportolói. Annyit beszéltünk már kosárlabdáról, hogy itt az ideje képekben is mutatni valamit. Következik a Mizó PVSK Vojvodina összefoglalója. Én azzal búcsúzom, hogy igen gazdag a hétvége sportprogramja, úgyhogy azt javaslom, mindenki válasszon magának valami egészségeset. Viszontlátásra! A Mizó Pécsi VSK női kosárlabda csapat idei nagy menetelésének első nyilvános állomása a jugoszláv Vojvodina elleni mérkőzés volt. A sportcsarnok átalakítása miatti nehézségek ellenére 1500 néző foglalt helyet a lelátón, és szurkolta végig a 103-57 arányú hazai győzelemmel végződött mérkőzést. Elsősorban nagyon örülök, hogy ennyien kijöttek a mai mérkőzésre. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, és egy új erőt fog adni a további munkába, hogy hajtsunk és hogy dolgozunk. Itt az eredmény nem az utolsó, de hát nem erről szól a mese. Hát mindig jobb győzni, mint kikapni, és mi erre is igyekeztünk, hogy a meccs végéig hajtsunk, és hogy a közönség szórakozzon. És még túl korai akármiről beszélni. Az bebizonyosodott, hogy Tuvics az nagyon nagy erősítés, ezt mi tavaly is őt szerettük volna leigazolni, csak Jugoszláviából nem engednek el 21 évnél fiatalabb játékosokat, és ő az idén töltötte be a 21. évét. Úgyhogy most el tudott jönni, ő nálam kezdett kosárlabdázni 10-es korában, és nagyon jól ismerem. Zsakula is egy erősítés lesz mindenféleképpen, benne fantasztikus extra dolgok vannak, itt nagyon harcos, csak nagyon sok butaságot is tud csinálni, és egy ilyen irányító poszton. Ez sokszor katasztrofális lehet, Újvári Eszter látszik, hogy azért még a sérülés kicsit le van lassulva, de ő is a felépül egy nagy erősítés lesz. Lívia tapasztaltsága, meg végül is arról van szó, hogy a Lia végül is hazajött, ő ezért a csapatért úgy fog küzdeni, mint a saját, tehát ez az ő csapata Magyarországon, ez az ő otthona a Pécs, és biztos nagy erősítés lesz. A többiek szerintem Csák, Vilutit, azok hozták a mai teljesítményüket, ugye a régiek, akik a csapatban vannak, ők hozták, az Keller, fiatalok, azok jobban bele kell, hogy épüljenek a csapatba, vagy a gyengébb meccseket ők hozzák. Minden esetre nagyon nehéz szezon áll előttünk, kicsit több vereség lesz, mint eddig itt Euroliga, de mindenki a tudatában van ennek, és így is készülünk erre a szezonra. De azt gondolom, hogy Zsolnai visszaépülésével és Iványi Dalma visszatérése, ez a csapat lehet, hogy most gyengébb, mint a tavalyi, de szerintem lehet, hogy erősebb lesz májusban, amikor végül is a legfontosabb lesz. Na de itt annyi váratlan dolog történhet még a playoff döntőig, ugye el kell oda még jutni, csapat hangulat meglegyen, és ami a legfontosabb, hogy a szurkolóink továbbra is velünk maradjanak, mert talán ez a legnagyobb gazdagsága ennek a csapatnak, hogy ilyen szurkolói vannak.
Anitic Lívia közel 5 éve ment el a csapattól, görögországi, diósgyőri, soproni vendégjáték után most talán végleg hazaérkezett. Én úgy is érzem, hogy hazajöttem, mivel az első szép emlékeim Magyarországhoz, Pécshez kötődnek. Itt értem el az első két bajnoki aranyérmet, nagyon jól éreztem magam, csapat nagyon jó volt, hát a közönséget már megint csak dicsérni lehet, és szóval egy olyan jó 2 éven volt, hogy ezt nehéz elfelejteni. Most én úgy érzem magam, persze, mint aki el sem ment volna, a csapatból pár játékos maradt, a régi csapatból. A beilleszkedéssel, hát hogy mondjam, nem is volt semmi probléma. A többi lányt is már ismertem régebről, úgyhogy egy olyan nagyon jó hangulatú az edzésektől. Hát a meccs, az első bemutatkozásunk most volt, hát egy kicsit még akadozik, de azért már egy-két jó megmozdulás van. Hát eddig szerintem minden rendben van. Milyen lesz ez a csapat, különös tekintettel arra, hogy van összehasonlítási alapod a 4-5 évvel ezelőttire? Én azt gondolom, hogy a mai játék alapján bizakodóak lehetünk. Hát mindenképpen, mivel egy nagyon fiatal csapat jött össze, egy-két hát rutinos játékossal, hogy mondhatni így, de szerintem ez nem öregbíti a csapatot, mivel ez egyszerűen arra fogunk menni, hogy minél harcosabbak legyünk, vetődni fogunk minden labdáért, szóval az akaraterőm szerintem az, ami ki fogja ebből a csapatból hozni a maximumot. A csapat nyert, a közönség kitűnően szórakozott, és ahogy a lányok a mérkőzés végén elköszöntek, indul a vasút talán egy újabb nagy sikersorozat felé.